Fekete cseresznye, kaptárkövek, barlanglakások, ez itt a Balázs utazik Szomojáról. A falu Borsod megyében található Eger és Mezőkövest között, itt ér véget az egri borvidék, itt van a Bükknek az alja, a közelben pedig itt található Noszvaj és Cserépfalu is. Olyan érzésem van, mintha a Gyűrűk urába, a Hobbit földre indulnánk. Hát zavarba vagyok, mert én nem láttam ezt a filmet, de rengeteg vendégtől, turistától hallottam már ezt az összehasonlítást, és még a Flintstone sztori is ide vág. Erre a vidékre jellemzők a pincelakások. Révén a tufakő, mint adottság, valamikor építőanyagként néztek rá az emberek, a környékbeli házak, épületek mind ebből a hegyből kivágott kőből épültek, és majd utána, amikor ezek a homlokzati falak kialakultak, egy-egy ilyen, most udvarnak látszó, egyébként bányagödörnek is hívhatnám ezeket a helyszíneket, utána abban a akkori emberek, 100-200 évvel ezelőttről beszélek, amikor tömegével elkezdték ezeket a pincelakásokat ebbe a hegybe kiválni, kialakítani szobakonyhás helységeket. Ki lakott itt? Mi volt itt? Itteni szomolyai lakosok, egy-egy család. Tehát 175 darab pincelakásban több mint 800 ember lakott a két világháború között. Szegények lakta helyszínek voltak ezek, de büszkék a mai emberek. Még az 70-80 éves emberek élnek, akik ezekben a pincelakásokban születtek, éltek. A riolit tufa, az a könnyebben jól faragható, az a vulkánnak a hamuja, még ez inkább a lávája, tehát ez már bírja az időjárást, fagyálló, ez egy sokkal keményebb típusú kő. De mivel itt Szomolyán a barlanglakások is a tufa okán szinte mindenki értett a kőfaragáshoz, ezért ezzel a kemény kővel itteni helyi bányákban is nagyon jól bántak, egész a csirkeitatótól a síremlékig meg tudták faragni. Tehát a kőfaragás tudománya az magas szintű volt. Nincs már annyira szükség erre a szakmára, és kihaltak ezek a kőhöz értő, kőfaragáshoz értő emberek. Ez most szoba, valamikor ez volt a vagy istálló, vagy valamilyen mellék oldalági kamrája ennek a helységnek. Itt, ahol most ablak van, itt volt a bejárata. Tehát ilyen formában alakítgatom át, hogy tudom, hogy szobát, fürdőszobát, konyhát akarok kialakítani, itt egy kis ágykapott helyet próbáljuk ilyen kuckósra venni, ahol lehet. Nemrég vittem ki, télen van egy kályha, fatüzelésű, és akkor ez a valamikori konyha, most ez egy szoba lett. Itt volt a bejárat, és ott volt ez egy szabad kéményes megoldású konyha volt, itt egy kemence, itt látszik a füstjáratot. A szabad kémény szolgált arra, hogy a húst annak idején nem lévő hűtőszekrény, el kellett tárolni, füstöléssel oldották ezt meg. Furcsa belegondolni, hogy ez most egy hálószoba, ahol egykor lógtak a húsikák. Igen, vagy akár az, hogy a másik hálószoba meg akár egy istálló is lehetett. És megy a barlang mélyre befele? És ennyi volt az eredeti állapot, és itt ugye még nincs vécénk fürdőszobánk, tehát itt vágtam egy folyosót, pár méter hosszú, és a végén egy fürdőszobát alakítottam ki. Ez egy csirkeitató volt, ami most kézmosó lett. Nyilván szomolyai emberek faragták ki. Szoktam mondani, hogy elfogyott a pénzem bútorra, ezért a kőből
kell kialakítani, de ezt régen tényleg így csinálták. Amit lehetett, kivágtak. Én is az oszlopot, az ágyat, az asztalt, a széket, a kis szekrény mellette. Nyugtass meg, hogy nem a kőágyon alszunk, hanem van még valami felette. Persze, hát igen, kőágy, utána egy ágyrács, aztán a matrac. Ötvözni próbálom a mai ember igényét ebben a régi világ elemeivel. És akkor itt pedig fönn a másik szoba. Amikor ezt a szobát elkészítettem, akkor kedvet kaptam és mondom, nyissunk még egy kis folyosó, és ez egy kicsit elszeparáltam az előbbi szobánál. Apósom született 43-ban ebbe a pince lakásba, egy szobakonyhás titvarra rendelkező lakás. Itt is jócskán fel kellett újítani a homlokzatot, az itt visszabontott követ, tehát ezek a tufakő, ez az, amit jól látható, hogy valamikor ilyen, ennél nagyobb méretben kivágták és épültek a házak belőle. Visszabontáskor én ezeket szoktam elhozni, és ezekből építek újra. Odafenn egy valamikori füstölő helyszín volt, ott meg egy padlás, és ezt a két kis kuckót én ott a hegygyomrába összekötöttem. Itt ez a pincelakás bővítéssel ez szolgálja a szórakozás, pihenés, sportosabb kikapcsolódás lehetőségét. Ezt tovább folytatva gondoltam, hogyha négy fiú van és odaki 40 fok, de ők focizni szeretnének, akkor ide vett a 20 fokos hőmérsékletbe, egy lábtengó pályán tudnak focizni. Aki egy kisebb gyalogtúrát akar megtenni, az itt egyenes irányba el tudja érni a kaptárköveket. Mik azok a kaptárkövek? Hát az egy érdekes helyszín. Tulajdonképpen most az erdő közepén egy tufa hegy képződmény, és abba kaptárfülkék kialakítva. A szomolyai kaptárkövekről megoszlanak a vélemények, hogy mit célt szolgáltak több száz évvel ezelőtt. Lehet, hogy vallási, temetkezési szertartásokhoz használták, de az is lehet, hogy szimplán méhészek kaptárokat tartottak a lyukakban. Misztikum ennek az egésznek, hogy bizonyítva nincs, hogy ezeket a kaptárfülkéket kik, mikor és milyen célból alakították ki ebben a hegyben. Úgyhogy ezt meg lehet fejteni, mert még ez arra vár. Vannak teóriák, az egyik a kaptárkő elnevezés és a méhészet miatt van, hogy méh kaptárok lehettek ezek. Persze a mai méhész ezt cáfolja. Legvalószínűbb a kultikus temetkezési hely. Egyébként szőlő termőhely, Egri borvidékhez tartozunk. Nagyon jó dűlőkkel, nagyon jó borászokkal, nagyon jó borok találhatók itt a faluban. Az Egri borvidék egyedüli Borsod megyei faluja, tehát nem a Bükk egységhez tartozik, hanem még Egerhez, és több egri nagyobb borászati termelőnek is nagyon sok szőlője van a falu határában. Sok szeretettel köszöntünk Szomolyán a Hegyi Kaló pincénél. Völgyfaluban vagyunk, ezért a pincék sok esetben nem a telkek aljában helyezkednek el, hanem így föl kell menni a domboldalon. Tehát itt nem lemegyünk a pincébe, hanem fölömbigyünk a pincébe. Klasszikus Szomolya, itt a pincébe felmennek és nem lemennek. Az Egri borvidéknek talajtípusának az alapközet az riolittufa. Ez egy nagyon általános, inkább így mondom. Tehát nem olyan, mint a Tokaj borvidéken, hogy ott a különböző dűlőkben különböző típusú közetek találhatók. Itt ez nagyon általános. Része Amerikába fog utazni, úgyhogy hosszú útja lesz. Az 1700 fős faluból Amerikába megy az. Na, Áró, de miben különleges a ti borotok? Kis pince vagytok, nem? Igen, olyan, hát évente olyan nagyon-nagyon-nagyon maximum 6000 palackot palackozunk. A miénk más lehet, mint akár a világban az összes többi. Ez ezért van, mert onnantól kezdve, hogy
Elültetünk egy szőlőtőkét, onnantól kezdve minden évben mi gondozzuk, mi alakítjuk ki, mi látjuk, hogy mi változik a termésben, hogyan változik, és azt itt a pincében, hogyan tudunk belőle olyan bort készíteni, ami szintén minket tükröz. Nem elég az, hogy van egy szőlőfajtánk, nem elég az, hogy egy borvidéken dolgozunk, meg hogy hordókkal dolgozunk, hanem itt mind az embernek az életmódja hozzájárul ahhoz, amilyen lesz a végtermék, az, hogy itt az állatok vannak, itt vannak a zöldségek, az, hogy milyen mellett egy ilyen fenntartható gazdaságot hozunk létre, ez mind befolyásolja azt a bort, ami itt a hordókban elkészül. 50-50%-ban fehér, illetve a vörösnek az aránya. Készítünk kék szőlőből vörös természetes édes bort, ami aszuszemek szüretelésével készül, hiszen az aszuszemeknek a megjelenése az nem válogat borvidékek között, sőt az egész világon, hogyha megfelelő az elhelyezkedése a szőlőterületek fekvésének, akkor létrejöhetnek az aszuszemek. Nyilván egy aszú bor készítéshez elegendő mennyiségű aszuszemre van szükség. És ez hasonlóan olyan prémium kategória, mint mondjuk a tokai aszú? Ez teljesen prémium kategória. Miért tiszta szívvel? Mert tiszta szívvel készítettük, hiszen ezt máskülönben szerint, személyes tapasztalatom szerint nagyon nehéz. Ez volt a Balázs utazik Szomolyáról, a Fekete Cseresznye, a Kaptárkövek és a Barlang lakások falujából. Nézzétek meg a többi videót, iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következő úton, addig is, sziasztok!